A mi segítségünk és esti elcsöndesedésünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, néha mi is messze földről és nagy ínségből kiáltunk hozzád. Köszönjük, hogy onnan is szabad. Köszönjük, hogy mindenhonnan elhangzik hozzád a kiáltás. Köszönjük a te drága ígéretedet, hogy magasságban és szentségben lakozol, de az alázatossal és a megtölt szívűvel is. Áldunk téged minden meghallgatott kiáltásért. Köszönjük, hogy nem teljesítetted minden kérésünket, de minden kiáltásunkkal válaszoltál. Áldunk téged a te nagy szeretetedért, amivel igazgatod az életünket, hatalmadért, amivel uralkodsz ezen a világ mindenségen. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor olyan kicsinek látunk mi téged, és ezzel megsértünk. Bocsáss meg, hogy a mi hitetlenségünkkel próbáljuk megbecsülni, hogy mekkora hatalmad lehet, és nem merjük magunkat minden helyzetben nagy békességgel rád bízni. Bocsáss meg minden kételkedést, kishitűséget, bizonytalankodást, ami bennünk van. Szeretnénk most megvallani, hogy mindez bűn. De ott van bennünk a hitetlenségünk mellett a hit is, a benned való bizalom is. Ezt erősítsd most, kérünk, hogy szűnjön a hitetlenség, és megszűnjön a mi erőtlenségünk, és növekedjék a hitünk, és erősödjék a benned való bizalmunk. Kérünk, Urunk, szólíts meg minket most a te igéddel, olyan szeretettel és olyan hatalommal, hogy az elűzze a fáradtságunkat, hogy világosan hadd lássuk az utunkat, amelyiken vezetni akarsz, feladatainkat, amikkel megtisztelsz, és az erőforrást, a veled való közösséget, ahonnan mindenhez meríthetünk erőt. Így ajándékozz meg most minket sokkal többel talán, mint amit vártunk, mint amiért idejöttünk. Amen. A Sámuel első könyvének a 13. fejezete következik. Hadd olvassam el az egész hosszú részt. Sámuel első könyve, 13. rész. Saul 30 éves volt, amikor királlyá lett, és amikor uralkodott az Izrael felett 2 esztendeig, választott Saul magának Izrael közül 3000 embert, és 2000 Saullal volt Mikmásban és Bétel hegységén, 1000 pedig Jonatánnal volt Gibeában. A nép többi részét pedig elküldte kit-kit a maga házába. És Jonatán megverte a filiszteusok előőrsét, amely Gébában volt, és meghallották ezt a filiszteusok, Saul pedig megfúvatta a trombitát az egész országban, ezt mondván, hallják meg a zsidók. És meghallotta egész Izrael, hogy azt mondták, megverte Saul a filiszteusok előőrsét, és gyűlöletessé vált Izrael a filiszteusok előtt. A nép pedig egybegyűlt Saul mellé Gilgálba. Összegyűltek a filiszteusok is, hogy harcoljanak Izrael ellen, 30 000 szekér és 6 000 lovas volt, a nép pedig olyan sok, mint a tenger partján levő höveny, és feljöttek, és tábort ütöttek Mikmásnál, Bét-Áventől keletre. Amikor pedig Izrael férfiai látták, hogy bajban vannak, mert a nép szorongattatott, elrejtőzött a nép a barlangokba, a bokrok és kősziklák közé, sziklahasadékokba és vermekbe. És a zsidók közül némelyek átmentek a Jordánon, Gád és Gileát földjére, Saul pedig még Gilgálban volt, és az egész nép, amely mellette volt, rettegett. És várakozott 7 napig, a Sámuel által meghagyott ideig, de Sámuel nem jött el Gilgálba, a nép pedig elszélett mellőle. Akkor ezt mondta Saul, hozzátok ide az égő áldozatot és a hála áldozatokat, és égő áldozatot tett. És amikor elvégezte az égő áldozatot, íme megérkezett Sámuel. És Saul elébe ment, hogy köszöntse. Sámuel ezt mondta, mit cselekedtél?
Saul így felelt, mikor láttam, hogy a nép elszéled mellőlem, és te nem jöttél el a meghagyott időre, a filiszteusok pedig összegyűltek már Mikmásban, ezt mondtam. Mindjárt rám törnek a filiszteusok, és én az Úrnak színe előtt még nem imádkoztam. Bátorságot vettem azért magamnak, és megáldoztam az égő áldozatot. Akkor mondta Sámuel Saulnak, esztelenül cselekedtél, nem tartottad meg az Úrnak a te Istenednek parancsát, amelyet megparancsolt neked, pedig most mindörökre megerősítette volna az Úr a te királyságodat Izrael felett. Most azonban a te királyságod nem lesz állandó. Keresett az Úr magának szíve szerint való embert, akit az ő népe fölé fejedelmül rendelt, mert te nem tartottad meg, amit az Úr parancsolt neked. Ezután fölkelt Sámuel, és elment Gilgálból a Benyámin városába, Gibeába. És Saul megszámlálta a népet, amely körülötte található volt, mint egy 600 embert. Saul pedig és az ő fia Jonatán és a nép, amely körülöttük volt, Gébában tartózkodtak, és a filiszteusok Mikmásnál táboroztak. Akkor a filiszteusok táborából egy dúló sereg vált ki, három csapatban. Az egyik csapat az Ofra felé vívő útra fordult, Suál földjének, a másik csapat a Bétoron felé vívő útra fordult, a harmadik csapat pedig a határ felé vívő útra, amely a Sebóim völgyén át a pusztáig terjed. És kovácsot egész Izrael földjén nem lehetett találni, mert a filiszteusok ezt mondták, ne csinálhassanak a zsidók szabját vagy dárdát. És egész Izraelnek a filiszteusokhoz kellett lemenni, hogy megélesítse ki a maga kapáját, szántóvasát, fejszéjét és sallóját, mert megtompultak a kapák, szántóvasak, a háromágú villák és a fejszék, és hogy az ösztökét kiegyenesítsék. Azért az ütközet napján az egész népnél, amely Saullal és Jonatánnal volt, sem szabja, sem dárda nem találtaték, hanem csak Saulnál és az ő fiánál, Jonatánnál. És a filiszteusok előőrse kijött Mikmás szorsához. Kedves testvérek, ott hagytuk abba a Sámuel könyvének tanulmányozását, hogy az idős Sámuel visszavonul, de megígéri, hogy továbbra is könyörög a népért, és azoknak, akiket érdekel, hogy melyik a helyes út, mutatja továbbra is az Isten szerinti helyes utat. Sámuel visszavonul, valaki azonban a színpadra lép, innentől kezdve találkozunk Jonatánnak a nevével. Saul fia volt ő, akinek sokkal több lelki világossága volt, mint az apjának. A nép szemében nagy hős is volt, később pedig Dávidnak a kedves jó barátja lett. Ez a fejezet, amit most hallottunk, egy kicsit hézagosan írja le az eseményeket, ha valaki veszi a fáradtságot és a térkép fölé hajolva próbálja az ujjával követni az útvonalat, az sem könnyű feladat, de talán most nem az a mi feladatunk, hogy a hézagokat valahogy kitöltsük és azonosítsuk az itt el megnevezett városokat. A leírt eseményeknek a lényege így is nagyon világos, és most ezt az egyetlen gondolatot ragadjuk ki ebből a fejezetből. A helyzet változatlanul az, hogy Izrael népének állandóan számolnia kell, sőt, állandóan rettegnie kell a filiszteusok támadásának a veszélyétől. A filiszteusok minden módon föl akarják falni ezt a kis népet, és újra kiderül, hogy Isten népének a legfontosabb az, hogy Istennel szövetségben találja-e az ellenséges támadás, vagy pedig a szövetségen kívül éppen engedetlen, hitetlen állapotban. Nem az dönti el a csaták kimenetelét és történelme sorát sem, hogy túlerővel áll szemben, vagy ő az erősebb, hanem az, hogy Isten oldalán találja-e bármiféle támadás, vagy pedig egyedül. Isten komolyan veszi a szövetséget, ő megígérte, hogy aki az ő népére támad, az vele találja magát szemben. De csak akkor, ha ez a nép ott van az ő közelében, vele együtt.
ha az ő népe is elhagyta őt, vagy szembefordult vele, és éppen idegen istenek után járkál és bálványokat imád, akkor nem számíthat szövetséges Istenének a védelmére és segítségére. Egy szó kezd egyre hangsúlyosabbá válni innentől kezdve a Sámuel könyvében és Isten népe történetében, és ez az engedelmesség. Ez az, amit Isten kíván a néptől, néha maga Isten legyint az áldozatokra, a liturgiára, a szertartásokra, és azt mondja, hogy fontosabb az engedelmesség a véres áldozatnál, meg a kosok kövérjénél, meg a szabályok betartásánál. Létfeltétel Isten népének, hogy engedelmese az ő urának, mert ha igen, akkor minden baj Isten közelében éri. Ott se könnyű a sora, de ott nem lehet elpusztítani. Isten minden helyzetben megvédi, minden mélységből kiszabadítja, minden szorongattatásból megmutatja a kiutat. Ha sem erre nincs kiút, akkor fölülről nyúl le és emeli át az akadályokon az ő népét. Csodálatos mindaz, amit majd itt olvasni fogunk, de ez csak akkor érvényes, ha Isten népe egy az ő urával. Ha nem egyezik vele, ha ellenkezik vele, ha hitetlen és engedetlen, akkor bizony magára marad és nagy bajok történnek. Itt nagyon szorongatott helyzetbe került a nép. Két részre szeretném osztani a mondani valót. Megpróbálom még egyszer elmondani, hogy talán világosabb legyen, hogy mi is történt itt, és utána tanulunk egy kis lelki harcászatot, mert nagyon érvényesek a lelki élet területén is azok a törvények és törvényszerűségek, amiket itt a hadviseléssel kapcsolatban mond el a Szentírás. Az egyik fele tehát a mondani valónak arról szól, hogy mit tett itt Isten népének az ellensége, és mit tett Isten népe. Így kezdődik, hogy Saul 30 éves volt, amikor királlyá lett, és amikor már 2 éve uralkodott, akkor választott magának 3000 válogatott katonát. Gilgálban valószínű valami ünnepi összejövetel lehetett, ahol kihirdette Saul azt, hogy akik szívesen harcolnak vele, hosszabb időn keresztül a filiszteusok ellen azok maradjanak ott. 3000 válogatott legény. Ott maradt, a többieket hazaküldte. Ezt a csapatot 2 részre osztotta, 2000-en ott maradtak vele, szemben, mint egy farkas szemet nézve a filiszteusok táborával, és 1000 ember Saul fiával, Jonatánnal átment háthelyt. Jonatán azonnal megtámadott ott az ország belsejében lévő filiszteus őrsöt, azon győzelmet aratott, és ezzel megindult ismét a filiszteusok elleni háború. A filiszteusok rendkívül gyorsan mozgósították a teljes hadigépezetüket, azt mondják, hogy elképesztően nagy haderőt jelentett ez a 30 000 harci szekér és 6000 lovas. Azért volt sürgős nekik a mozgósítás, mert meg akarták akadályozni, hogy újabb csapatokat gyűjtsön Saul maga mellé, és minél előbb körül akarták keríteni őt, a háta mögé is igyekeztek oda menni. Sikerült is a manőver, úgyhogy megrettent az a 2000 ember, amelyik ott volt félig már bekerítve Saullal, és hírmondó is alig maradt közülük. Rövid idő alatt úgy szétverték ott Gilgálban Saulnak a kiépített állását. Azt olvassuk, hogy menekült mindenki, amerre tudott, szinte nevetséges és mégis tragikus ez a leírás, hogy a bokrokban, meg a repedésekben, a sziklahasadékokban és a kősziklák között kerestek a szétszóródott izraeli katonák menekülést. Nehéz helyzete volt Jonatánnak is, akihez aztán Saul a megmaradt 600 katonával visszavonult, és akkor már lemondtak arról, hogy győzzenek. Reménytelenné vált a helyzetük, azért is, mert mint olvastuk, egy, hogy írta itt pontosan a Szentírás, egy dúló sereg vált ki a filiszteus hadtestből, amelyik 3 irányban indult el, a 3 fő útvonalat lezárták,
hogy Saulék ne kaphassanak segítséget sehonnan, egy irányból délfelől maradt nyitva csak az út, de onnan nem várhattak segítséget, gyakorlatilag be voltak kerítve, és még az életük is kockán forgott. És ebben a nagyon kritikus, nagyon szorongatott helyzetben, amelyikben alig várta már Saul Sámuelnek az érkezését, mert ő megígérte, hogy 7 nap múlva jön, és éppen a 7. nap volt már, végül is elfogy a türelme, és ő lát hozzá valami olyan szolgálatot, amit csak papnak vagy profétának volt szabad elvégeznie, bemutatja az égő áldozatot Istennek. Még füstöl az oltár, amikor megérkezik Sámuel, megrója emiatt Sault, ő mentegetőzik, hogy nagy baj volt, a szükség törvényt bont. Igen, mondja Sámuel, de a legnagyobb baj az, hogy te az Isten szavát megszegted. Nem bíztál abban, hogy Isten igazat mond neked. Éppen ezért az Úr elvett téged. Gondoljuk meg, hogy 2 év óta uralkodik mindössze. És itt már közlik vele, hogy nem sokáig leszel király, mert aki engedetlen, az alkalmatlan arra, hogy Isten kezében eszköz legyen. Itt már megvan pecsételve Saulnak a sorsa. Nem csak azért, mert beleavatkozott valami kultuszi szolgálatba, amit neki nem lett volna szabad. Tudunk mi több példát arra, hogy Isten nem ilyen kicsinyesen minősíti az övéinek a cselekedeteit. Isten sokszor számol azzal, hogy a szükség törvényt bont, a szent kenyereket Dávid megehette minden büntetés nélkül, amiket csak a papoknak szabad megenni. Jézus mondta, hogy az embernek fia a szombatnak is ura. Itt a nagy baj az volt, hogy Saul a maga kezébe vette a dolgok intézését. Nem tartotta elég hatalmasnak Isten kezét, és nem bízott eléggé Istenben ahhoz, hogy idejében fog valamiféle szabadítást adni. Ő ragadta magához az ügyek intézését, és mint ahogy később is sokszor, ment a saját feje után és a maga útján, és Istentől függetlenül intézte a dolgokat. Saulra jellemző volt az, hogy ő tudja, mit kell tenni. Ő tudja, mit szabad tenni. Ő tudja, hogy mit szabad tenni, és nem az Isten. Ezért nem is kérdezi, vagy ha Isten megmondta is, könnyelműen megszegi az ő tanácsát, parancsát, utasítását, mert adott esetben mégiscsak ő a király és ő a hadvezér, neki kell kézbe venni a dolgok intézését. Örök nagy kísértésünk ez mindnyájunknak, hogy különösen szorult helyzetben, ahelyett, hogy még inkább Isten kezére bíznánk, a magunk kezébe vesszük a dolgaink intézését. És most már nincs tovább idő válni, úgy látszik az Úr elfeledkezett rólunk, csináljuk, amit lehet. Segíts magadon, Isten is megsegít. Mondják az ilyen Istentől elszakadt gondolkozású emberek, és bizony a nehézségek, a gondok, az életveszély, a nagyon összesűrűsödő problémák sokszor elszakíthatják a hívő embert is Istentől. Legyünk nagyon éberek ilyenkor mindig, hogy az ilyen helyzet még közelebb vigyen ő hozzá, és még inkább merjük rábízni magunkat. És ne a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanra. Ez történt tehát ott Saullal, és mik azok a gondolatok, tanulságok, mi az a segítség, ami ebből az igéből jöhet a mi harcainkhoz. Én azt hiszem, anélkül, hogy most erőltetnénk itt az alkalmazást, nyugodtan kijelenthetjük, hogy Isten népének, Isten minden gyermekének az egész élete szüntelen harc. Sokféle harc van. Támad belülről. A bűn támadnak kívülről a kísértések. Szakadatlanul érezzük, amit Isten Kainnak mondott, hogy a bűn az ajtód előtt leselkedik, és rád van vágyódása. Az a kifejezés van ott, amikor a ragadozók egészen ellazulva, ugrással készen, ott vannak hangtalanul, nesztelenül, a macska lapul a fűben, ki se látszik belőle, és a célpontra koncentrál, és egy pillanat, és odaugrik. Így áll lesben a bűn, rád van vágyódása. Igaz az, ami a Péter levelében van, hogy az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár, nézvén, hogy kit nyeljen el, számtalan külső és belső ellenség
fenyegeti Isten népét. Akinek nincsenek hitharcai, testvérek, azt hiszem túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy ez nem hívő ember. A hívő embernek naponta vannak hitharcai. Szakadatlanul harcolnunk kell. És ehhez a harchoz ad nekünk ez az ige sok segítséget. Nézzük meg itt is először, hogy mit mond el az ellenségről ez az ige, aztán mit mond nekünk, hogyha mi Isten gyermekei akarunk lenni, mire kell ügyelnünk ebben a harcban. Az ellenségnek a taktikája az változhat, de a stratégiája az mindig ugyanaz. De még a taktikának is vannak a történelemben örökké visszatérő, ismétlő jellemvonásai. Ez mindig jellemző, ami itt volt, hogy meg akar félemlíteni minket az ellenség. A filiszteusok mindenkit mozgósítanak, akit csak lehet, bemutatják az egész haderejüket, hogy már a csata előtt kellőképpen megrémüljön az ellenség. Meg akar győzni minket arról, mindig ami ős ellenségünk az ördög is, hogy semmire nem futja a mi erőnkből. Kár vele szembeszállnunk, reménytelen ellene védekeznünk, úgy is elbukunk. És aki ezt a hazugságot elhiszi, azt megbénítja, és az csak ugyan nem fog védekezni, és valószínű, hogy csak ugyan elbukik. Olyan bölcsen mondja az ének, és olyan biblikusan, hogy az én erőm kicsiny, a bűn erős nagyon, ezzel nem mondott újat az ellenség, hogy ő erősebb, csak hogy én tudom, hogy ki erősebb nála, de te tudsz és akarsz segíteni, hát segíts bajomon. Ezért döntő a szövetség, az Istennel való szövetség. Isten gyermeke sokszor sírva is csak mosolyog azon, amit az ördög, az ős ellenség mond, mert azt tudja, ez nem újság, hogy ő erősebb, mint mi. Hát nem is magunkban akarunk mi szembeszállni vele. Mi Jézus győzelmében reménykedve akarunk ellenállni neki. Mi Jézussal szövetségben vagyunk bizonyosak, a győzelemben. De ezzel nem ijeszt meg, hogy ő erősebb, ezt mi tudtuk. És ezzel számolnunk kell, nem szabad lebecsülni az ellenség erejét, de tisztában kell lennünk Jézus győzelmének az erejével. Azután állandó taktikája ez is, hogy elzár a testvérektől. Lehetőleg elszigetelni a hívő embert. Egymagában sokkal könnyebb tönkretenni, mintha többen együtt imádkoznak, mintha egymást vigasztalják, mintha egymást erősítik, mintha annak, aki éppen megsebesült vagy sántikál, a hóna alá nyúl a másik. Márpedig minket Isten pontosan erre bátorít. Nem szabad szétszéledni. Itt többször is olvastuk ezt, hogy szétfutnak, elhagyják egymást, nem tartanak össze. Rettegni kezdenek. Saul azt mondja, hogy elszéled a nép mellőlem. Kétségbeesésében kezd az áldozathoz. Nem szabad egymást elhagyni. Ha ketten vagyunk együtt, akkor kettőnek kell együtt maradnia. Ezért intéz az ördög olyan rafinált támadást a házasságok ellen. Nehogy egyek legyenek. Legalább egy ponton szembefordítani őket. A többit azt majd ő elintézi. Onnan már csak néhány lépés, hogy egészen szembe kerüljenek. Valamelyiknek a hiúságát megfogni, az elég ahhoz, hogy ne legyenek egységben. Mert ha ketten egy gyakorlaton lesznek, Isten megadja, amit kérnek. Erre ígéretünk van. Mert ketten csak úgy tudnak egy gyakorlaton lenni, ha mindketten Isten akaratára hangolódtak, és akkor csodák történhetnek. Ezt akarja megakadályozni az ördög. Vegyük ezt mindenféle összefüggésben nagyon komolyan, hogy ha csak ketten lehetünk együtt, vagy akárhányan, lelkiképpen, vérszerinti, vagy hitbeli, hitszerinti testvérek, nem szabad szétszéledni, és egymást sem a bajban, sem az örömben magára hagyni. Egyáltalán egymást nem szabad egyedül hagynunk. Van olyan, hogy közbeékelődik a távolság, valakinek messzire kell mennie, vannak szükséghelyzetek, Isten nekünk olyan eszközöket adott, amik akkor is összekapcsolnak. Az egymásért való komoly könyörgés, a levelezés, a látogatás, sokféle módja van annak, hogy éreztessük egymással, hogy testvér nem vagy egyedül. Nekem is sok a bajom, neked is sok a bajod, de engem érdekel, hogy neked mi a bajod, számíthatunk egymásra. És itt nem szabad kicsinyesnek, meg kényelmesnek lenni. Ez mindent megér, hogy az Istentől munkált egység megmaradjon Isten népe között. Aztán azt látjuk, hogy az ellenség nagyon jól tudja, hogy mikor kell kivenni a fegyvert a kezünkből.
Félelmes ez a kép itt a végén, nem? Hogy Izrael nem gondoskodott arról, hogy képzett iparosok legyenek, kényelmes volt a szomszédba átvinni a szerszámokat, a filiszteusok olcsón megélesítették mindig. Na de a fegyvereket nem lehet az ellenséggel élesítetni. És éppen ott maradt minden fegyver köszörülésre, amikor váratlanul kitör egy háború. És ott vannak fegyver nélkül, csak Saulnak és Jonatánnak van dárdája. Nem szabad a fegyvert kiadni a kezünkből. A Biblia beszél arról, majd szeretném felolvasni is az Efézusi Levél 6. részéből, hogy öltözzétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. És ott felsorol többféle fegyvert, amik mind védekező fegyverek. A pajzs, a sisak, a saru. Azért, mert valakin ilyen van, attól még a másiknak semmi baja nem lesz. Egyetlen támadó fegyver van Isten népének a kezében. Azt mondja, hogy a lélek kardja, amely az Isten igéje. Az Isten igéjét akarja kicsavarni a kezünkből mindig az ördög. Nem véletlen az, hogy világszerte nagy harc folyik most a Szentírás tekintélyének a megcsorbításáért. Csorbuljon ki az egyetlen hathatós fegyver a hívő ember kezében. Hát, ha nem is úgy van az, nem úgy kell azt érteni, nem is úgy írták azt, ellentmondások a Bibliában. Ma már az nem érvényes. Nincs fegyver a kezében. Azt lehet csinálni vele, amit akar az ellenség. Nekünk nagyon meg kell tanulnunk ezt az egyetlen támadó fegyvert forgatnunk. Különös, hogy olyan fegyver ez, amelyik nem megöli a másikat, hanem amelyik a másikat is életre segítheti. Isten nem ad az ő népének a kezébe pusztító fegyvert. Fölszereli védekező fegyverekkel. Csak zárójelben említem meg, hogy egyetlen testrésze nincs védve annak, aki felöltözi az Isten fegyvereit, a háta. Ha megfutamodik, akkor vége. Nem szabad megfutamodni. De egyébként védve van minden porcikája, tényleg a feje búbjától a talpáig, azok a fegyverek, védő fegyverek ezt sorolják, és egy támadó fegyver van a kezében, az ige kardja. Ezt akarja kivenni a kezünkből az ellenség. Ezt nem szabad engedni soha. És már is ott vagyunk a második kérdésnél, hogy mit kell tehát tudnia Isten népének ebben a harcban? Mi kell ahhoz, hogy mégis győzhessen? Akkor is, ha túlerőben van az ellenség, akkor is, ha váratlanul rajtaütésszerűen támad, mit kell tudnia? Először is állandóan ébernek kell lennie. Olyan sokszor mondja ezt a Biblia, hogy vigyázzatok. Ez mindig azt jelenti, hogy legyetek éberek. Nem lehet szórakozottan elbambulnia, elbámészkodnia Isten gyermekének. Tulajdonképpen Isten gyermekének lenni azt jelenti, hogy szüntelen riadó készültségben vagyok. Ez nem egyfajta idegességet, vagy belső feszültséget, vagy efélét jelent. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy bármikor kész vagyok tudomásul venni, hogy most megint ellenséges támadás jött. Most megint valami kísértés van, most megint bűnre akar csábítani az ellenség, most megint a gyönge pontomon élnek hozzám, és nem szabad elveszíteni a harcot. Az éberség azt is jelenti, amit Pál apostol így ír, hogy mi ismerjük az ő szándékait. Ismerjük-e mi az ellenség szándékait? Jézus a János 10-ben így fogalmazza meg, az ellenség azért jön, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Biztos, hogy nem azért jön, hogy engem segítsen. Pedig néha azt mondja. Legelőször is azt mondta, ha rám hallgattok, olyanok lesztek, mint az Isten. Hát mi rossz van abban? És sajnos ráhallgatott az első ember. Az ellenség nagyon ravasz. Az Efézus 6-ban, az előbb idéztem azt a mondatot, pontosan ezt a tulajdonságát hangsúlyozza az apostol, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Rendkívül magasrendű intelligenciája van az ördögnek. És csak az állhat meg, akire ez a lelki éberség szüntelenül jellemző, aki nem fárad el ébernek maradni. Ismerjük-e az ő szándékait? Semmi jót tőle várni nem lehet. Aztán nagyon fontos az, hogy nem szabad megijednünk. Isten gyermekének soha nem szabad félnie semmiféle ellenségtől.
Ebben az esetben a csata elvesztése nem akkor történt meg, amikor a filiszteusok elkönyvelhettek egy újabb számukra győztes csatát, hanem akkor veszítette el Izrael ezt a csatát, amikor az egész nép, amely mellette volt, elkezdett rettegni. Nem szabad rettegni. Hogy mondja ez Pál apostol, akinek nagyon sok harcot kellett vívnia az újért? A Filippi levél első részében ezt mondja. Szeretném hallani azt, hogy megállotok egy lélekben, egy érzéssel viaskodván az evangélium hitéért, meg nem félemvén semmiben az ellenségek előtt, ami azoknak a veszedelem jele, nektek pedig az üdvösségé, és ez az Istentől van. Meg nem félemvén semmiben az ellenségek előtt. Az nekik kézvereség. Nem azért, mert mi olyan nagy hősök vagyunk, vagy mintha nem látnánk az ellenség erejét, hanem azért, mert komolyan vesszük a mi szövetségesünknek az erejét. Sőt, komolyan vesszük a mi szövetségesünknek a győzelmét. Pál apostol nem üres hencegésből írja le azt, hanem komoly hitvallásként, hogy elnyeletett a halál diadalra. Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmat? Hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Nem fél az ellenségtől, a haláltól sem. Mivel tud megijeszteni? Nincs fullánkja, azt mondja. Olyan ellenség a halál, mint az a méhecske, amelyiknek már kiszakadt az előző csípésnél a fullánkja, még zümmög, még a következőnek a fülére szállhat, de nincs mivel döfnie. És aki ezt tudja, az nem fél tőle. Hisszük-e mi igazán, hogy a kereszten beleszakadt az ördög fullánkja Jézus Krisztus testébe? Beledöfte, ebbe Jézus belehalt, de nincs többé fullánkja. Elnyeletett a halál diadalra. Harmadnapon halottaiból feltámadott, és megpecsételte a győzelmet. És nekünk ilyen győzelmes Urunk van, ha csak ugyan Úrnak valljuk őt, Úrként tiszteljük őt, és így bízunk benne. Nem lehet olyan kényes, nehéz, veszedelmes, bonyolult helyzet, amiben ne lenne érvényes Jézus győzelme. Nem nekünk kell győznünk az ellenség ellen, ellenség felett. Jézus győzelme a miénk hitáltal. Aki ezt hiszi, eleve győztesként indul minden lelki csatába. Ezt nekünk sokkal komolyabban kellene vennünk. Semmi okunk nincs arra, hogy emiatt elbizakodjunk, vagy ebből bármit magunknak tulajdonítsunk. Éppen ez az, ami nagyon mély alázatban kell, hogy tartson minket. Jézus harcolta meg az én harcaimat. És az ő győzelme hitáltal az enyém. Az én dolgom, hogy nagyon higgyek ő benne. És ez a következő, hogy nagyon bízni az Úrban. A lelki harcainkban ez a mi feladatunk. Saulnak itt az Istenbe vetett bizalma rendült meg, amikor ezt a tragikus mozdulatot megtette, hogy kikapta az Isten kezéből a nép ügyét, és ő vette a kezébe. Ez a legszörnyűbb, ha erre vetemedünk. Amikor bizalmatlanná válunk Istennel szemben. Amikor azt gondoljuk, hogy eddig ugyan hordozott, de most hát, ha elfeledkezett rólunk. Vagy ennek a nehéz kérdésnek a megoldása már az ő hatalmát is meghaladja. Amikor ezt így kimondjuk, érezzük, hogy butaság, nem igaz. De a szívünkben mégis az van. Akkor miért félek? Ha nem haladja meg, ha nem fog elfeledkezni rólam, akkor most mitől félek? Most mi akarom én a kezembe venni? Nem könnyű dolog a hitetlenségünkkel megvívni ezt a harcot. Ezt nevezi az apostol a hit szép harcának. A hit harca az, amit a saját hitetlenségünk ellen vívunk mindig. Hiszek, Uram, segíts hitetlenségemnek. Együtt van minden hívő emberben a maradék hitetlenség és az Istentől kapott hit. És az a döntő, hogy melyiknek az oldalára állunk. Adi Endre olyan elszántan vallja, hogy hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok. Én a hit oldalára állok. Akár mekkora túlelő vesz körül, bízom abban, hogy az Úr nekem győzelmet ad, sőt, adott. Ez hogy fog kiderülni? Nem tudom. Mikor fog kiderülni? Nem tudom. Akkor mit tudok? Azt tudom, hogy jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig.
És az mikor jön el? Nem tudom. De el van készítve. Az ilyen embert szokták bolondnak vagy félbolondnak nézni. Pál azt mondja, hogy mi bolondok a Krisztusért. Mert az ilyen ember nem csak a láthatókra néz, hanem a láthatatlanokra. Merünk-e mi különböző harcainkban ennyire valóságosan a láthatatlanokra nézni? Azt már mondottam, hogy nagyon fontos együtt maradni, és egymás semmiképpen ne hagyjuk el ezekben a harcokban különösen ne. Gondoljunk arra a 300-ra, akik Gedeonnal, a több mint 100 000-es ellenséges sereg ellen a támadást indították azon az éjszakán. Azt olvasjuk, hogy ott állt mindegyik a maga helyén. Gedeon kijelölte a helyüket, és ott állt mindegyik a maga helyén. Ez a fontos, hogy mi is ott álljunk. Lehessen számítani a ránk a mi Urunknak, és számíthassanak ránk a testvéreink is. Aztán van itt egy különös kifejezés, amikor Saul magyarázza a bizonyítványát Sámuelnek, és azt mondja, hogy hát aztán bátorságot vettem, hogy bemutassam az áldozatot. Nagy bátorság kell ahhoz, hogy valaki az Isten harcait harcolja. De ahhoz sose vegyünk bátorságot, hogy engedetlenekké legyünk Isten parancsaival szemben. Mert Saul ehhez vett itt bátorságot. Legyen bátorságunk engedelmeskedni neki. Ha egyedül tesszük, azt akkor is. Legyen bátorságunk várni egészen addig, amíg ő nem mondja, hogy mozduljunk. De ahhoz sose legyen bátorságunk, hogy szembeszegülünk vele. Mert azzal megpecsételjük a jövőnket. Azt mondják a Biblia magyarázók, hogy az is baj volt itt, hogy Saul mechanikusan értelmezte az áldozat bemutatását, tehát úgy gondolta, hogy ezzel mintegy hatni tud Istenre, hogy mégiscsak adjon segítséget ebben a reménytelen helyzetben. Bemutatom az áldozatot, és ezzel kényszerítem az Istent. És ez az, ami lehetetlen. Ami imádságainkkal sem kényszeríthetjük őt. Olvastuk néhány fejezettel korábban az Áfeki csatánál, hogy a szent ládát hozzák oda, hogy itt van köztünk az Úr, nem veszíthetjük el a csatát. És elveszítik, és még a szent ládát is elviszi az ellenség. Isten nincs a ládához kötve. Isten csak az ő ígéreteihez köti magát. És az ember őt nem használhatja, és nem használhatja fel semmire. A szent Istentől távol áll ez. De aki magát megalázza. Ha Saul itt leborul, és talán azt teszi, amit Józsué hasonló reménytelen helyzetben az ai vereség után, hogy megalázza magát, és azt kérdezi, hogy Uram, mi választ el tőled minket, mit vétettünk? Akkor Isten megmondja, azt a bűnt meg lehet vallani, és a következő csata győzelemmel végződik. Helyre állt a szövetség. De ilyen nincs, hogy én megpróbálom kényszeríteni őt. Ő szabad úr, és azt tesz, amit akar. De aki magát megalázza, ahhoz mindig lehajol. És végül nagyon fontos még az, hogy csak ugyan legyenek fegyvereik. Isten népének nem olyan fegyverei vannak, mint a világnak. Egészen mások a mi fegyvereink. Az Efézusi levél 6. részében ilyeneket olvasunk. Övezzétek körül derekatokat igaz lelkűséggel, öltözzétek fel az igazság mellvértjét, felsarúzván lábatokat a békesség evangéliumának készségével, mindezekhez fölvéve a hitnek a pajzsát, amellyel a gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok, az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a lélek által. Különös fegyverek. Tehát, ha itt élesítésről van szó, akkor Isten igéje minket nem arra biztat, hogy ugyanolyan éles nyelvvel támadjunk arra, aki mireánk támadt. Nem azt mondja, hogy ugyanolyan szúrós tekintettel járjunk, keljünk azok között, akik keresztül döfnének a tekintetükkel. Nem azt mondja, hogy kovácsoljunk olyan érveket, amikkel bebizonyíthatjuk a világnak, hogy van Isten, vagy hogy Isten szereti őket. És végképp nem a metsző gúnynak a fegyverét adja a kezünkbe.
ezek mind távol állnak Isten népétől. Itt ilyen fegyverek vannak, amiket olvastunk. Mondja is Pál apostol, hogy a 2. Korintus 10-ben ír erről a lelki hadakozásról, noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk, mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására. Bízunk-e mi ezeknek a fegyvereknek az erejében? Az üdvösség, a hit, az imádság, a Szentírás alapos ismerete, az Isten akaratának való engedelmeskedés, a békesség, az evangélium hirdetése, a megigazultság, hogy Krisztusért én bocsánatot nyertem, ezek tartanak meg minket, és ezek segítenek győzelemről győzelemre. Gondoljuk végig ma este a harcainkat, fogadjuk el az Istennel való együtt létet, a vele való szövetséget ezekkel a harcokkal együtt. Ezek a harcok természetes élet jelenségei ennek a fajta életnek. Megmondja a mi Urunk, hogy hogy lehet győzni. Tudjuk, hogy ő győzött, és az ő győzelme a miénk. Bízzunk ebben a győzelemben, és akármilyen támadás élne minket, az ott az ő közvetlen közelében hadd éljen. Akkor nem árt nekünk, akkor az ő dicsőségé lesz. Imádkozzunk. Urunk, megvalljuk, hogy néha úgy elfáradunk a harcokban, úgy szeretnénk egy kicsit félrevonulni. Kívülről, belülről támad az ellenség. Bocsáss meg, ha az ellenség.